2014. október 12-én ismét választ Magyarország. A polgármesterekre, a helyi önkormányzati képviselőkre lehet voksolni, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is sor kerül. Az idei önkormányzati választáson több változás is lesz a korábbiakhoz képest. A legfontosabb változás, hogy mi 2010-ben 4 évre választottunk helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket, októberben már 5 évre választjuk meg őket. Így eltolódik az országgyűlési választáshoz képest az önkormányzati. A parlamenti választásokat továbbra is 4 évente tartják, az önkormányzati választásokat pedig az európai parlamenti választással 1 évben 5 évente. A választópolgárok a korábbi önkormányzati választástól eltérően nem egy kopogtató cédulán, hanem hasonlóan az áprilisi országgyűlési választáshoz már több jelöltet is ajánlhattak. A 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati képviselőket egyéni listás, korábban kislistásnak nevezett választási rendszerben választják meg a választók, ahol a település 1 választókerületet alkot. A 10 000-nél több lakosú településen, mint Fóton, Gödöllön, Kistarcsán, Pécelem, a képviselők vegyes választási rendszerben, egyéni választókerületben és kompenzációs listán jutnak mandátumhoz. A megyei önkormányzati képviselőket megyei listán választják a választópolgárok, minden megye 1 választókerületet alkot, amelynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros. A megyei választókerületben listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte, 4 évvel ezelőtt a választópolgárok 1%-ának, 8 évvel ezelőtt 0,3%-ának ajánlására volt ehhez szükség. A polgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják. Polgármester jelölt az lehet, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, a 10 000-nél több, de legfeljebb 100 000 lakosú település esetén legalább 300 választópolgár, a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott. Ehhez 4 éve még legalább 2 000 választópolgár ajánlására volt szükség. Változás van az átjelentkezéssel szavazás feltételeinél is. A mostani választáson csak az jelentkezhet át a lakóhelyétől eltérő másik magyarországi településre, aki a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal létesített tartózkodási helyet, és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egy időben tartják a nemzetiségi választásokat is. Újdonság, hogy idén egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. Bővebben a www.választás.hu oldalon tájékozódhatnak nézőink.